Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A bankszerébe jöttem el. Ezt az új projektet szeretném nektek bemutatni, ami speciális ajánlat. Úgyhogy első körbe fölmenjünk a tető részén, nézzük. Itt vagyunk a tetőn, a bemutató épületben, tehát bankszeré. Ha arra elnézünk, akkor az irányba van Pattaya. Kb. 20 kilométerre van, és 15-20 perc autóval. És ugye itt vagyunk a területen. Annyit kell tudni, hogy a fejlesztőnek több projektje is van. Ez az egyik, ami épülőfélben van, az Elkondó. A Mirage nevezetű ott. Szíszarán itt, és akkor az új, ami meg fog konkrétan a terület itt lesz, közvetlen a bemutató épület és az irodájuk előtt, tehát itt. Kettő darab épületből fog állni, ez bemutató a környéket. Két épületből 264 lakással. Stúdió, egy háromszobás és két háromszobás lakások lesznek. Nagyon fontos, és meg fog mutatni a bemutató lakásokat is, hotelként fog üzemelni, tehát ez egy olyan befektetés, ami hosszú távú lehet. Tehát bár azt hozzá kell tennem, hogy teljes információ még erről nincs, mert nagyon új az a projekt, úgyhogy erről kicsit később fog bővebben információt adni. És menjünk is, lenézzük meg a bemutató lakásokat. Mielőtt megmutatnám a lakásokat, picit itt megmutatom nektek a térképet. Hát ott van Bangszoré, és ugye ott van Pattaya, tehát a déli részen van egy pár darab kép, ami környékről. Csúszda park, tengerparti éttermek, templomok és egyéb fontos helyek vannak. Itt így fog kinézni majd az épület. Eco Resort ez a neve. Masterplan, tehát ilyen, hogy medence körbe az épületek között. Ugye van sok a koncept, mint a több új építés, mint a kamat. Menjünk, nézzük meg akkor a két bemutató lakás. Először az egy háromszobás. A stúdió ingatlanok ára 2.200.000 baht-tól kezdődik, tehát megközelítettek 22 millió forint. Az ingatlan teljes berendezéssel lehet megvásárolni, dekorációval együtt, mivel ez hotelként fog üzemelni. Egy kis érdekesség, hát ez lesz a konyha, amikor itt nincs konyha, mert ugye hotel lesz, tehát ez minden hotelben nem nagyon van konyha. Ez így van megoldva, egyébként nagyon szép és elegáns. Ez a hálószobája. És itt van egy elég kellemes fürdőszoba. Jacuzzi és kárdal. És tusoló panellel. Két bejárata van, az egyik a nappaliból, másik meg a hálószobából. Ez is egy jó koncepció. Mind a két hálószobásba. Jóval nagyobb, tágabb nappalia van. Ide már került be konyha, nagy hűtővel. Itt van az egyik hálószoba. Természetesen egy erkéllyel. Az egyik hálószobában nyílik a
fürdőszoba, ami szintén hasonló minőségben van. Megmutatom. Csatúzés kád. És a tusoló panel. Elvilegben ez közel kell jönni. Nem működik a százal. Az irodájukban igen. Ez egy atipikus japán WC. Közeledik az ember, akkor nyitja az ülőkét. És még fűt is, úgyhogy bár mondjuk az itt annyira nem szükséges tájföldön. Tehát ez így akkor a nappali. És a konyha. És itt van a másik hálószoba. És egy szép gardróbszekrény. És természetesen a fürdőszoba ugyanúgy. Jacuzzi skáddal és a tusolóponállal. De megyek körbe, mutatom akkor a modellt is, és akkor leül, megbeszéljük a pontosabb részleteket és az ingatlanról projektről. Mielőtt oda megyünk a modellhez, így bemutatnám a fejlesztőnek a díjait. Most már körülbelül 8. éve építenek, és csak itt van szeréba. Nézzük meg a modellt. Hát itt van, egy picit süt a nap, hát nem tudom, hogy melyik irányból, talán innen tudom mutatni. Hát Eco Resort, két épület. Középen a medence, egyébként a tető is bele szépítve, jógázni is lehet majd. Kert. Lesz itt majd egy bár, mennyire látszik. Viszont vonzó lesz. A többi projektről is már megmutatom akkor az elkondról, amit körbemutattam fönn a tetőről. Ez épülőfélben van, jövőre elkészül. Ez a Mirázs nevezetű, ez elkészült költözhető. A Season, szintén elkészült költözhető. És a Seaselen is elkészült már. Hát van egy vadonatos projekt, amit mutatok be, és egy, ami jövőre fog elkészülni. Itt van egy brossúra, közben megmutatom. Hát itt vannak a lakás méretek, tehát van stúdió, egy hálószobás, kettő hálószobás. Stúdió 25,25-től 26,43 négyzetméterig, egy hálós 32,43, 43,87, két hálós 43,42, 58,67 négyzetméter közötti méretben. 8 emelet, két épület, teljes terület 18,370 négyzetméter. Ez a telek. Egy picikét bankszeré, akkor itt vagyunk most. Itt még ezen a képen nincs rajta az épület, amiben vagyunk, de itt lesz majd akkor az Eco Resort. És itt lesz, ugye itt van a tenger
nagyon sok seafood étterem van egyébként a környéken. Templomok, tehát viszonylag csöndes, és nincs messze Pattayától. Ez is olyan fontos információk, hogy itt van Pattaya, és Hua Hin között 2 órás út a Kom. Ezt nem rég, ezt hiszem, ezt egy éve kezdték el átadni, és viszont jól működik, tehát könnyen át lehet hajózni a két viszonylag nagyon fontos turista desztináció között. Itt a tengerpartok. Ezeket mutattam, tehát a vízipark, golfklubok. Icon Siam, ez egy bevásárlóközpont Bangkokban, és itt fognak a közelbe, tehát Dél-Pattaya és Bangsari környékén építeni egy szintén hasonló nagy bevásárlóközpontot. Ez nagyon-nagyon fel fogja húzni a környéket, én úgy gondolom. Éttermek, tengerpart éttermek, sok. Ugye itt a projektről a kép. Szolárpaneltől kezdve Eco, ezért is Eco, mert Eco épület úgy fogják építeni, ami szintén egy újdonság, nem nagyon szokták ilyeneket csinálni Tájföldön. Itt a első emeleton nagyjából hogy fog kinézni medence. Ami fontos információ még, a fejlesztő 5 évre ad rentálgaranciát, 6%-ot, és mivel hotelként fog üzemelni az épület, tehát lesz egy profit sharing, tehát egy osztás, aminek pontosan nem tudom a részleteit. Ezeket szerintem majd egy legközelebbi videóban fogom megcsinálni, mert még ez még most dolgozzák ki. Tehát viszonylag egy hosszú befektetés. Lakni nem lehet majd az épületbe, de hát hogyha a befektető vagy bárki ki szeretne menni, egy évbe 14 napot lehet használni az ingatlant. Lesz egyébként onsenjük is, az egy ilyen japán fürdő. Szintén nem nagyon tesznek lakóingatlanokban ilyen opciót. Ez a kapufüzet is. Thank you very much. És ami nagyon fontos, a befektetők között ki fognak sorsolni. Tehát az összes befektető, illetve lakásvásárló között van lévő körutazás, egy Rolex karórát és egy Mercedes gépjárművet. Ez is egy vonzó dolog lehet. Illetve van még egy 5 éves Thailand Elite Visa, amit szintén meg lehet kapni. Ennek a részleteit meg a későbbiekben szintén el fogom majd mondani. Infrastruktúra, high speed vonat, amit lassan elkezdenek építeni, ez Pattaya és Bangkok között lesz majd. Átadták az új bekötőutat, tehát ami a reptérről jön be, és itt a kivezető része, tehát viszonylag gyorsan, nem kell átjönni Pattayán, gyorsan ide lehet érni. Itt vannak a lakás alaprajzok. Belelapozok, hát ha van még valami érdekes itt. Itt képek a meglévő projektekről. Seasaran, Season, Mirage, Ecocondo. És ugye itt vannak, amit már mutattam a és itt a csapatuk. Ért a könyv. Szóval szerintem ez is egy nagyon jó befektetés, így hosszú távon. Természetesen még vissza fog ide jönni, és azokat a részleteket, amit most nem tudtam elmondani, el fogom majd mondani. Akkor erre az évre most már nem lesz több property túra. Természetesen januárban fogom folytatni. Addig is szeretnék nektek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánni. Sziasztok! Újra jelvárva lesz.